a témánk a templomunkban, mint az egyházközség témánusa, köszöntünk Antal atyát közöttünk, aki bemutatja a szentmiséget és áldást fog adni ránk. Köszöntöm a kedves zarándokokat, akik eljöttek ide a mai ünnepre. Köszöntöm a kedves tévénézőket is, akik belekapcsolnak majd a közvetítésbe. Mindazokat, akik eljöttek el, szerintem a munkácsi kedves testvéreket is ezen a szép napon, ezen a búcsúi napon. Mi most az egyházközségben, ez az a néhány zarándokokkal együtt fogjuk ünnepelni most a búcsúi szentmisét. Az egyházmegye papságával, illetve a többi zarándokokkal, majd holnap, tehát ma a város is belekapcsolódik ebbe az ünnepébe, amit ma tartunk. Kérem püspök atyát, hogy akkor vezesse a szentmisét is, tanítson bennünket és adja áldást. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Kedves testvérek, én is köszöntelek benneteket nagy szeretettel Szent Márton ünnepén búcsúján. Ennek az óriási nagy szentnek az emlékezetére, Isten dicséretére jöttünk össze és hálaadásra, hiszen a nyugati egyháznak az az első óriási szentje, aki a vallásszabadság után már nem mártírként halt meg, de egész élete Jézusnak odaadott élet volt. Azt mondtam, a nyugati egyház nagy szentje a 4. században, de itt Munkácson talán mi vagyunk a legkeletibb templom, amely az ő nevét viseli, tehát ez is jelzi, hogy a nyugati latin egyházhoz tartozunk már 1000 éve. Kedves testvérek, hogy hálaadásunk az Úristen előtt kedves legyen, minden imáink és könyörgéseink meghallgatásra találjanak. Vizsgáljuk meg szívünket. Ennek a nagy szentnek az élet példája láttán, hallatán, bánjuk meg minden szeretetlenségünket, hogy méltóképpen dicsérhessük a minket nagyon szerető, szép országába hívó, váró Istenünket. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és hallatással. Én végrem, én végrem, én ilyen nagy végrem, kérem a céltal boldogságot, minden hozzájövetelen szükszágyát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
igazságban Istennek. Könyörögjünk, Istenünk, Túri Szent Márton püspök, a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz. Ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mit tehát a jutalmam? Az, mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogokon. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgálja lettem, hogy minél több ember megnyerjen. A gyöngé közgyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek minden lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezesse. Mindezt az evangéliumért teszek, hogy nekem is részem legyen benne. Ez az Isten igéje. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusát, akkor minden nemzet összeselekvés előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől, nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igaza. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyen is tettetek, velem tettétek.
Közel az evangélium igény. Szeretett testvérek! Ahogy említettem, Szent Márton óriási szentje volt, nem csak a 4. századnak, nem csak Galliának, és nem csak Pannóniának, ahol született 1600 évvel ezelőtt, de 2 éve ünnepeltük ezt, de az egész világon. Valahol olvastam, hogy Páduai Szent Antal előtt, ő volt Szűz Mária után az első legkedveltebb szentje Európának. Rászolgált erre. Egyszerűen azért, mert Jézust mutatta be egész életében. Őt kereste, és megtalálta, ahogy a mai evangéliumban is hallottuk, éppen a legutolsókban, a szegény szenvedőkben, ahol tudjuk Jézus azóta is, ma is elrejtőzik. Ott, köztük, bennük biztosan megtalálható ma is. Az életrajzát már többször hallottátok ezeken az ünnepeken, csak emlékeztetőül, hogy Szombathelyen született a nagy vallásszabadság után, nagy fordulat után, a 313-as egyház felszabadulás után, 316-ban. Nagyon valószínű, hogy hamar pogány szüleivel elkerültek Észak-Itáliába, Páviában. Már gyerekkorában kitűnt az ő Isten keresésével, Isten szeretésével. Szinte elszökött otthonról, hogy keresse a templomot, és jelentkezhessen a hittanulók közé, és így ezekre a hittanórákra járva kezdte egyre jobban megismerni azt a titokzatos Istent, aki őt már kezdettől fogva kiválasztotta. Meg is keresztelkedett, de már ez csak 6 év után következett be. Közben a katonatiszt apja miatt besorozták katonának, már 16 évesen. Ott tűnt ki már először az ő buzgóságával, Isten és ember szeretetével. Említik már katonatársai, hogy mennyire figyelmes volt a szenvedők felé, mennyire segítette, szerette őket. Tudjuk azt, hogy utána, miután megkeresztelkedett, akkor Galliába ment Szent Hilárius püspökhöz, aki aztán a kisebb rendek után pappá szentelte. Még katona korában látjuk azt a híres jelenetet, amit szinte minden Szent Márton templom főoltárán itt is láthatunk, amilyen város kapuja előtt találkozott egy didergő, szegény koldussal, akinek senki nem segített, és őt akkor az Úr Jézus jó lelke arra indította, hogy segítsen neki, hogy vigasztalja. Mit adhatott neki? A köpenyének csak a fele volt a saját tulajdona, azt teljesen odaadta, amikor egy mozdulattal ketté vágta ezt a nagyon sokat jelentő köpenyt. Az Úristen éjszaka álmában megjelent, ahogy ott a kép tetején is haloványan látjuk,
És azt mondta neki, hogy Márton katekumen ajándékozott meg ezzel a köpennyel. Pontosan ugyan az, amit ma az evangéliumban hallottunk, hogy amikor egy szegénynek, egy szenvedőnek segítünk, amikor valakit vigasztalunk, azt egyenesen Jézusnak tesszük. Ő annyira eltelt akkor kegyelemmel, hogy utána már eldöntötte, nem marad ő katona. Bár addig se ölt embereket, de tudta, hogy ez a foglalkozás az ilyen veszéllyel jár, és elment a császárhoz, és odaadta a fegyverét, visszaadta, és azt mondja, én nem harcolhatok tovább. Én Krisztus katonája leszek. Mert ő felfedezte, hogy ki az igazi ellenség. Nem a másik kellemetlen, ellenséges ember, népek, szomszédok, hanem igazából azok a gonosz szellemek, akiket a sátán küld mindannyiunkra, hogy minket ne csak kínozzanak, félrevezessenek, de utána, a halálunk után, az örök szenvedésbe, sötétségbe húzzanak. És ő, ahogy a neve is jelenti, harcos maradt, de igazi harcos. Ő Jézus evangéliumának eszközeivel, fegyvereivel harcolt az igazi ellenség a gonosz lelkekkel szemben. És bár ezt teszik harmadiknak az ő legfontosabb tulajdonságainak, karizmáinak, én merném első helyre tenni. Azért, mert ő egész életében, ezután a haláláig, az Úristen tette az első helyre, és a felebarátot. Tehát, ahogy hallottuk nemrégen, a fő-fő parancsolatot tartotta mindig szeme előtt, és igyekezett az Úristent imádni, teljes szívvel, elmével és erővel. És a fele barátját, aki a közelben élt, különösen aki szenvedett, az segíteni, szeretni. Az Úristen annyira megáldotta ezt a törekvését, hogy minden betegnek tudott segíteni, meggyógyítani őket, sőt, nagyon sok helyen halottakat is támasztott föl, hogy megvizgasztalja a szegény gyászolókat. De mégis miért tudott győzni tehát a gonosz lelkek fölött, akiket űzött is ki nagyon sok megszállottból? Mert saját magában győzte le a kísértőt. Ez az első feladata minden kereszténynek. Éva, Ádám rossz példája után figyelünk Szűz Máriára, és különösen az ő fiára, Jézusra, aki nem szégyelt elvonulni, szinte elszökni a betegek elől is, a tömeg elől is, még az apostolai elől is, hogy kora hajnalban, késő este ő az atyával lehessen édes kettesbe. És ott az ő imádása, imádsága, abban a szent csöndben igazából egy gyermeki odafigyelés volt a legbölcsebb, a legmindenhatóbb Istenre, az ő atyára. Így akkumulálódott újra és újra, töltekezett fel erővel, töltekezett fel türelemmel, hiszen olyan hosszan tűrő volt mindenkivel, különösen az őt támadó farizeusokkal, írástudókkal, életére törő emberekkel, hogy ez csak is az imádság csöndes óráiban szerezhette meg újra és újra, mint a názáreti férfiú, mint ember. Nagyon fontos nekünk is látni azt, hogy ezen az úton kell járni, így kell nekünk is őt követni. Mert hiszen az első feltétele Jézus követésének, hogy tagadjuk meg önző magunkat,
minden önző, még jónak látszó kívánságainkat is Jézus kedvéért, ha az Úristen mást kér. De bizony ezt gyakorolnunk kell néha a fele barátainkkal is. Mert hiszen Márton éppen ebben volt még olyan csodálatos, igazából ezért tartják őt olyan népszerűnek, olyan nagy szentnek, mert nem tudott nem szeretni, nem tudott nem segíteni. A leggyöngébb betegtől a leggyógyíthatatlanabb leprásig lehajolt, megcsókolta, megáldotta, és meggyógyulva Isten dicsérő életre engedte tovább. És igazából az ő nagy hite éppen a szeretetben mutatkozott meg, hiszen így írja a Szent Pál apostol is, hogy a hit élővé éppen a szeretet útján, a szeretet gyakorlásában válik. És ott mutatja meg igazából az Istentől eredő voltát. Hiszen a szeretet himnuszban olvassuk, hogy nagy dolgokat tehetünk a saját erőnkből, de ha a szeretet nélkül tesszük, az nekünk semmit sem használ. Annyira tetszik nekem az ő Jézussal teljesen egybe fonódott gondolkozása is. Mert amikor emlékeztek az apostoloknak, egyszer Jézus azt mondta, hogy csodálkoztok, hogy ez a fügefa megszáradt az ő szavára. Ti is, ha csak akkora hitetek lesz, mint a mustármag, azt mondjátok ennek a fának, hogy szakadj ki tövestül, az ki fog szakadni. És valóban Márton egész életét jellemzi az, hogy az élettelen tárgyak, a növényvilág, az állatvilág is engedelmeskedett az ő szavának. Gondolok itt ilyen egyesek szerint legendának, mesének tűnő eseményekre, amit teljesen elhiszek, hogy például, amikor egy veszélyes kígyó úszott feléjük a folyón, egyszerűen csak ráparancsolt, és az visszafordult. Vagy például, amikor egy hangosan ugató kutya zavart a beszédében, rászólt némulj el, és az rögtön megnémult. De talán az volt az igazi célja mindezekkel a parancsokkal, csodákkal, hogy az embereket térítse meg, és nem a saját dicsőségére tette az olyan csodát is, amikor például sok pogány nem hitt neki, kinevette, és akkor egy pogány Istent tartalmazó, szerintük ott bent lakó Isten fáját akarta kivágni, nem engedték, és akkor azt mondta, jó van, vágjátok ti, nyugodtan dőlhet rám, meglátjuk, hogy az Úristen mellettem van-e, kié az igazi, egyedül élő Isten. Szaván fogták, oda kötözték, ahová a fát döntötték, és ő az utolsó pillanatban megáldotta a fát, és az másfelé dőlt. És az egész pogány hívő nép megtért. Ez volt az ő igazi célja. És az Úristen csodáinak is emlékszünk rá, ez volt a fő célja. Vagy amikor például lángolt egy ház, és terjedt a másikra, fölment a tetőre, a lángok elé lépett, és parancsolt, hogy forduljon vissza a lángok. És megtörtént minden hitetlenkedő ember szeme láttára, és azok is megtértek. Vagy még egy egyszerű példát, amikor a rablók jöttek, és támadták meg, és jól megverték, ő mégis imádkozott értük. És hallgattak rá, és megtértek. Ugyanúgy például, amikor lovasok jöttek, ő meg egyszerű szamárháton lovagolt, és szakadt ruhába, akkor mérgesek lettek, mert a lovak megbokrosodtak tőle. Leszálltak, jól megverték, összerugdosták, mentek volna vissza a lovukhoz, de azok megbénultak. Egy tapottat sem mentek tovább. És akkor kezdtek el gondolkozni, ki
kit is bántottunk mi, és vertünk meg. És azután az ő tőle való bocsánatkérés után, a feloldozás után, a lovak újból mehettek, járhattak. Rengeteg ilyen példát és legendát írnak le az életéből. Kedves testvérek, mindegyiknek ez volt a célja, hogy Jézushoz, az Istenhez vezesse az embereket. Akkor is egy nagyon nehéz, széthulló világban élt a Római Birodalom, a vallásszabadság ellenére nagyon ellazult és erkölcstelenné váltak a népek, főleg ott Galliában tapasztalta ezt meg. Lehet, hogy mi is hasonló világban élünk. Lehet, hogy ez kezdődik még nálunk is, nem csak ott nyugaton. Ne felejtsük el Szent Márton bíztató példáját, és az ő iránymutatását, hiszen ez minden szentnek a csodálatos küldetése, Jézusra mutat, aki biztos kézzel az Atyához vezet, minket is. Ezért velünk is úgy legyen. Amen. Most álljunk föl, és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában, aki az Atyától született, az ő következetet előtt, Isten az Istentől, világ. Földjén született és töltötte ifjú korát Szent Márton püspök. A mai napon őróla emlékezünk, és az ő támogatását remélve terjesztjük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Adunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa és Antal megyés főpásztorunk, és papjai Szent Márton püspök lelkületére végezzék apostoli munkájukat. Kérünk, kérjük, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a Te szent néped áldozatos lélekkel gyakorolja az irgalmas felebaráti szeretetet. Kérünk, kérjük, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy híveit, anyagi javaikat Szent Márton példája szerint osszák meg rászoruló testvéreinkkel. Kérünk, kérjel, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a betegek Szent Márton alázatával fogadják kezedből akár az életet, akár a halált. Kérünk, kérjel, hallgass meg minket! És végül add, hogy elhúgy szeretteink irgalmadból
a szentek boldogságába részesüljenek. Kérünk, hallgass meg mindenható Istenünk! Szent Márton püspök példája lelkesítsen minket, hogy papjaid és hívő néped áldozatkész szeretetben összeforva munkálkodjék a te dicsőségedben és az embertársak javán, Krisztus a mi Urunk által. Kérünk Istenünk, szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, amelyeket örvendező szívvel ajánlunk fel Szent Márton püspök tiszteletére, hogy egész életünkön át, jó és bal sorsban, egyaránt áldozatos szellemben éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Márton ünnepét, és erősödjék buzgóságának példája láttál, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására
óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld a szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világra. Tedd tökéletessé a szeretet. Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent szíved látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Mártonnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged,
Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Most imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a még elkelében. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó hallom, és meggyógyul az ember. Thank you.
Add meg nekünk, akik az egység szentségével megerősödtünk, hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratoddal, és amint Szent Márton püspök egészen átadta magát néked, úgy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, hogy egészen a tieid vagyunk, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap, ahogy is elég mondtam, lesz a Szent Mise az Egyházmegye papságával, illetve a többi zajándokokkal, akik jönnek Nagyfehérről. A Szent Mise 10.30-kor kezdődik magyar idő szerint. Kérjük ugye a munkácsi testvérek is, akik tudnak, azok jöjjenek, és majd segítkezzenek is majd a zajándokoknak a kínálásában. Jövő vasárnap, mint ahogy szoktunk, mi Szent Erzsébet ünnepi ezt a közeledeső vasárnapon gyűjtést rendezni a Karitás számára. Egyházmegyénk karitatív intézményi számára lesz a gyűjtés, van több hála Istennek, akiket ezzel a felsely gyűjteményen fogjuk támogatni, tehát jövő vasárnap ez a gyűjtés. Krisztus Király ünnepére kerül estén, november 24-én, ismét szentségimádást hirdette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő bizottsága. Célok, hogy együtt dicsőítsük az oltári szentségben jelenlévő Jézust a Szent a világon, majd a részleteket a következő vasárnap fogjuk hirdetni. Kedves testvérek, az ünnepi áldás előtt
szeretném kihirdetni a mai ez évi Profide Szent Márton Palástra díj jutalmazottját. Emlékeztek arra, hogy a karitatív tevékenység mellett, az egyházi tevékenység mellett ez a harmadik díj, amit kiosztunk azoknak, akik legalább 20 éve hitoktatnak egyházmegyénkben. Szeretném megkérni a kurátor urat, olvassa el a laudációt. Kudarászi Ella 1958. október 19-én született Batáron, görög-katolikus családban. Batára nevelkedett. Általános iskola után a munkás tanítóképző végezte el. 1978-ban kötött házassággal. Egy lány született és egy unokája. Házasságkötés után a sosmai tornőként dolgozott Újabbiban és Ellenvalóban. 1989-ben még a szovjet korszakban Ferencer szerzetes kapuk érkeztek Magyarországon nagyszerű és a környező falzat lelkipásztori ellátását. Nemetlenvalóban Dávid atyát kezdett szolgálni, aki az évtizedek óta akadályozott kiadatás elindításához a község katolikus pedagógusaitól kért segítséget. Plébániai épület hiányában az iskolában kezdődött kiadatás. Kudarászi Ella már a legelső csoport első választására való felkészítésében segített. Ez a csoport 50 törzs volt. Tagjai 1991-ben járultak először az úrvasztalához. Ezután rendszeres évfolyamokra mondó kiadatás indult. Ella a következő 12 évben a harmadik és negyedik osztályos falokkal. 2004-től már felsősöket is oktatott hittanra, így párhuzamosan 3-4 csoportra tartott. Ella 29 éve folyamatosan dolgozik hitoktatóként, jelenleg is 3 csoportot vezet, és ahogy minden nyáron idén is segített a hittanos gyerekek táborosztatásával. Budaházi Ella munkája jó magvetésnek izgalmunk Isten országában, mert hittanos diákjai közül 6-an lettek maguk is hitoktatókká, 4 régi tanítványa pedig a politésként szolgál, mert a politébán él. Kedves testvérek, kérjük az Úristen búcsús ünnepi áldását ezen szentmisénk végén, és ne felejtsük el, hogy az Úr Isten szeretetének a mértéke éppen Szent Márton mutatja ezt nekünk mindig, a fele barát szeretése. Az Úr legyen veletek! Segítségünk az Úr nevéből, aki az eget és a földet alkotta. Legyen áldott az Úr neve, most és mindenekké. A mi Istenünk, a menny és a föld ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egy szülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent,
és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek.